Még mindig a foci, a kosár és a kézilabda a legnépszerűbb sportág a diákok körében, de egyre többen választják az úszást is versenyszerű sportolás céljából. Derült ki a megyeházán tartott jó tanuló, jó sportoló díját adó ünnepségen. A különböző sportágak országos döntőin kiválóan szerepeltek a megyei fiatalok, összesen 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzérmet gyűjtöttek a szabolcsi diákok ebben a tanévben. Hogyha a diáksportról beszélünk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 11 ezer gyereket mozgatunk meg évente, ami azt hiszem, hogy ez egy hatalmas szám, és nagyon örülünk annak, hogy ezek a gyerekek, amellett, hogy sportolnak, nagyon komoly sikereket is érnek el, amellyel megyének a hírnevét öregbítik, és természetesen nem csak Nyíregyházán, hanem a megye minden településén ott vagyunk, hiszen ez egy felmenő jellegű rendszer, és azok az iskolák, általános iskolák, középiskolák adják a diáksportolóink nagy részét. A sportszervezetek és az önkormányzatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kedvenc sportjukat. Nemrég a Continental Arena újult meg 2,5 milliárd forintból, a nyíregyházi jégpálya építése 70%-nál tart, és hamarosan egy 2,5 milliárd forintos atlétikai centrum is épül, hangzott el a rendezvényen. Az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztései lehetővé tették megyeszerte, hogy a diákok is aktívabban sportolhassanak. 10 éve úszok, és nagyon fontos számomra a sport, mert ugye nem csak az egészségemet őrzöm meg vele, hanem nekem ez egy ilyen feszültséglevezetés, hogy a sok tanulás, a stressz, és hogyha én naponta, heti 7 edzésem van, meg még külön más sportok, foci meg kézi, de az csak heti 2 meg ilyenek, de hogy a stresszt le tudom vezetni az úszással, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem, nem beszélve arról, hogy ugye pozitív eredményeket el tudok élni, és akkor egyre jobban szeretem ilyenkor az úszást. Zsolt nemrég egy országos úszóversenyen 3. helyezett lett, és emellett kitűnő tanuló. Ráadásul nem ő az egyetlen sportoló diák a megyében, akinek kimagasló sportteljesítménye miatt komoly karriert jósolnak. Azt gondolom, hogy a mai nap is kiváló példája annak, hogy olyan sikeres, jó tanuló és jó sportoló diákokat tudunk díjazni, akik egyéni és csapatsportágban is megmérették magukat. És hát például van, felkészítettek a kollégáim olyan gimnáziumi csapat is most itt a díjazottak között, akik országos döntőt nyertek 5.-6. korcsoportban, röplabda sportágban, és azért azt a lehetőséget is megnyitja számukra, hogy például jövőre a Nemzetközi Iskola Sportszövetség világbajnokságán méretessék meg magukat. Tudományos kutatások is bizonyítják, hogy a rendszeres mozgás nagyon pozitívan hat a kognitív folyamatokra, így a tanulási eredményekre is. Ezért a Magyar Diák Sportszövetség stratégiai igazgatója mindenkit arra bíztatott, hogy minél hamarabb próbálja ki magát, minél több sportágban.